Na csácsú, mi csőtészt a csokolád és traktorkerék üdv a csatornán kipör jelentkezik a következő újlak résszel. Gyerekek, nem hiszem el, hogy mindig nekem olyan iszonyat dőzsavú érzésem van, és mindig olyan érzésem van, mint a tényleg hazatalálnék. Meglátom ezt az MTZ-t, és a szívem megdobban. Komolyan. Na, elvileg leültettük a kombányt, ugye most búzát aratunk ezen a földön már, és miért néz ki az ilyen iszonyatosan jó gyerekek ez a játék? Miért néz ki az ilyen iszonyatosan, és mennyire jól néz ki ez a szalma, hogy itt ez a rend, szalma rend, hát csodálatos. Na, gyerekek, akkor annyit kéne csinálnunk, hogy ugye búzából van rajtunk 4500 liter, és ezt fel kellene tölteni, és akkor el kellene adni. Márjátok, meg kéne nézni, hogy hol viszik, hol veszik. Kovács József veszi nagyon jól a búzát, úgyhogy akkor mindenképpen hozzávisszük. És kacok. Minél többet játszok én a Farming Simulator 19-el, annál inkább rájövök, hogy nekem ez a grafika nem tetszik. Mindig, amikor így nekiállok FS15-özni, akkor meg rájövök, hogy úristen, ez mennyire jól néz ki, mennyire ilyen, nem tudom, nem is azt mondom, a textúrák ugye nem tűélesek, de mégis az egész olyan éles, olyan éles, én nem tudom, hogy kifejezni, hogy nincsenek azok a, nincs az a sok shader, meg mindenféle motion blur effekt is, ami gyakorlatilag így epilepszia rohamot okoz, hanem ilyen letisztult, tök jól meg van csinálva, és nagyon-nagyon élem. Szerintem ez, még mindig ez az FS17 a leginkább szép. Egyébként pont volt ez a Professional Farming például, abban nem tetszett az a grafika, amit most a 19 elért, az a nagyon shaderezett. Hú, nem is akarok róla beszélni, gyerekek. Na, jó van, gyerekek, töltsük meg akkor a búzával, és akkor elviszük, talán a Morival is találkozunk. Épp, talán megy a boltba. Nem megy a boltba, mert dél van mindjárt. És ilyenkor a falusi boltok be vannak zárva. Jaj, de utaltam, amikor faluba laktam én is, gyerekek. 11-kor bezárt nálunk a bolt, 3-kor megnyitott, azt 4 órán keresztül várhatta a táblacsokira, hogyha éppen akkor jutott eszedbe a dolog. Hogy akkor venni, 11 óra 0, amikor lepattantál az ajtó, talán. És akkor 11 óra 1, és zárva. És akkor még látod, hogy ott benn motoszkál a izé, boltosra, és kopogsz, hogy nyiski, engedj be. Mi kell? Ó, adj egy táblacsokit, moré, mert a táblacsoki, az vegyétek sörnek inkább, mert adj egy sört, moré, mert ez szami azok. És az a tipikus falusi életkép, amikor ugye bótlépcsőn végig ülnek az emberek a napfénybrisztróba. Értitek, mire gondolok, hogy gyakorlatilag nem a kocspába mennek sörözni, hanem megveszik a boltba, mert a tolcsóba sör, és akkor a bótlépcsőn iszogatják. Ez is egy ilyen tipikus életkép. Ezek nem tudom, hogy vannak minden korszaknak ilyen életképei, és ahogy a gyakorlatilag az embereknek komolyan egy kikevesebb pénze lett, úgy lett ez a bolt lépcsőn üldögélés dolog, ugye divat újabban. Régebben ugye azért a kocsmába keményen eljártak az emberek. Ja, fogadsz van itt, várjatok, ajajajajajaj, ki taposta le a búzalmat már itt is, már mi történik? Vadak jártak itt, vagy mi az, franc? Nézzük már meg, hol volt ez? Valahol itt szét volt izé a tiporban, vagy mi ez? Na mi ez? Nincsenek keréknyomok. Jézus úristen, ezek nem vadak voltak. Nem mondod, hogy ide zuhant le ez a helikopter, amiről beszélt a TSL-nök. Az előző TSL-nök. Azt a rohadt. Gyerekek, egy permetező helikopter. Nem tudok beszállni, ez is le van amortizálódva, ugyanúgy, mint a kirovec. Jó. Ugye, mi tudjátok, miért van dupla rotor? Mármint, hogy alsó-felső. Az olyan helikoptereknek, amiknek nincs hátsó rotorja, azt úgy oldják meg. Erről majd beszélek, majd egy ilyen oktatóanyagot elmondok. De most nagyon gyorsan ezt... Na most erről én nem fogok vitatkozni, nem foglak benneteket megkérdezni, nekem ez a helikopter kell. Ez a helikopter nekem most kell. Ez baromi jó. Na de egy baj van, ugye ezt nem fogjuk tudni bevontatni. Ezt nem fogjuk tudni bevontatni, úgyhogy kell kölcsön vennünk az axiáltól. Kellene egy daru, egy baromi nagy daru. Meg kellene a trailer. Na jó van, gyerekek, tudjátok mit? Várjatok már egy picit. Hú, haj! Hát én most
baromira nem fogom ezt a búzát leelvinni. Ez nekem kell ez a helikopter, ki tudja mióta áll itt. Hát igazából nagyon régóta nem, egy fél éve talán állhat, mert ugye letarolta itt a búzát. Ahogy bevágódott ide, az igen gyerekek, várjátok, akasszuk le a izét. Jó van. És akkor visszamegyek a telepre. Szólok az irodába, hogy hívják az axiát. Készítsék ki nekem a cuccokat, kell egy trailer. Meg kellene egy marha nagy darú, amivel ezt be tudnám emelni, és be tudnám... És ráadásul be kell raknom egy trailerre, valami nagyobb géppel elbontatnom. És be kéne emelnem ugye a TMK műhelyhez. Úgyhogy nagyon gyorsan ezt meg kell ezt oldanunk, gyerekek. Tényleg nem kérdezlek meg benneteket, so sorry, de itt most ez arról fog szólni, hogy... Ja nem is tudom, nem tudom, hogy lesz ez. Igen, oda beemeljük a darúval. Ja, ki kell agyalnom közben, de próbálom gondolkozni, hogy mi kellene az axiától rendelni. Ugye csak kölcsön, mert azért itt iszonyatok pénzekről van szó, nekünk meg pénzünk nincs. De azért elég jóban vagyunk az axiállal, meg utána is később is akarják, hogy vásároljunk. Úgyhogy akkor... Ezt meg kell oldanunk, srácok. Várjál, beszólok a jövőbe az irodába, hogy... Beszólok az irodába, hogy akkor az axiálhoz hívják, jó? Nem tudom, gyerekek, pillanat. Ja, oké. Na, Mari. Elvileg a Mari akkor hívja. Nem a Mari, hanem a telefonközpontosunk. Jó, viszont nekem akkor ki kéne mennem a kíróért. Kíróvecér, mert én úgy érzem, hogy nem az MTZ-vel kellene elhúzni a helikoptert. Menjünk a kíróvecért. Na, srácok, megfogtuk az Isten lábát, lesz egy permetező helikopterünk talán. És akkor a permetezés az így le van tudva, akkor ne... Júj, az nagyon jó lenne, mert ugye permetezőt is kellett volna vennünk. Jó, lemegyek a kiróért. Óvatosan kicsit azért, mert megint török zúgok, mint az őrült. Főcélibe. Annyi munkánk van, gyerekek, nem győzöm ezt az egészet már. Na. Állj meg. Jobb kormányos, mindig összekeverem a kirót, na. Oké. Ez a kiró is teljesen jó szolgáltat, ez gyerekek, ezt is érdemes volt ugye megcsináltatnunk. Hát a helikopternek a költsége az valószínűleg horribilis lesz, de megpróbálunk arra is gyűjteni. 6% sebződése van a kirónak, hát eléggé le van amortizálódva már, mint így nagyon könnyen sebződik már, úgy látom. Gyerekek, menjünk akkor az axiánál, elvileg talán már megvannak a cuccaink. És akkor behozzuk. Behozzuk a telepre, hát remélem befér. Nem tudom, gyerekek. Hatalmas az a helikopter, ugye? Ha nem fér be, sőt, azt úgy is kellene, hogy úgy emeljük be szerintem a kapun, vagy a kerítésen. Valahol ott, ahol nincsenek drótok, ugye? Telefon és villanyvezeték. Jó, ezt megoldjuk, gyerekek. Egy kicsit nem lesz ez egyszerű, de muszáj ezt megoldanunk, srácok, mert érzem, hogy itt... Erre nekem szükségem van, erre a helikopterre. Ja, igen, a rotorokról beszéltünk. Ugye azért van dupla rotor, mivel hogyha nincs hátsó farok rotor, akkor mindenképp kettő kell. Ugye, hogyha egy helikopteren van egy darab rotor lenne, és az forog, akkor az úgy az történne, hogy egy idő után a helikopter elkezdene ugye a másik irányba forogni, mert ugye ahogy belekapaszkodik a rotor a levegőbe, gyakorlatilag súrlódik, úgy ugye elkezd forogni az ellenkező irányba maga a helikopter. Ezért kétféleképpen lehet megoldani, vagy dupla rotorral, ami oda-vissza forog, tehát akkor nem fog elkezdeni pörögni a helikopter a tengely körül, vagy pedig egy farok rotorral legyen, súlyozzák ki ugye azt a forgást. Na, kíváncsi vagyok, biztos egy jó nagy darab... Egy jó nagy darut a rendelkezésünkre bocsájtottak. Mi a szar, gyerekek? Nem mondod. Az igen. Az igen, gyerekek. Lánctalpas, úristen, gyerekek, úristen. Várjátok, már ez nem a kis pálya. Szóval elhagyjuk a kispályát, srácok, de viszont... Na, ezzel aztán nem tudom, hogy kiférek egyáltalán valahol, basszus. Jó, az axiálnál nem szarra gurítanak, gyerekek, úgy látom.
viszont a Kiroval akkor összekapjuk itt a trailert. Oké. Okay. Ráfér erre a helikopter, erre a trailerre? Mi a véleményetek egyáltalán? Ez se, ebbe se vagyok biztos, hogy ez így működőképes lesz nekem. Dolly? Dolly Buster! Ki tudja, ki az a Dolly Buster? Múltkor láttam egy ilyen újságot itt ebbe a gépbe, az onnan jutott eszembe, de... Ez remélem, hogy ez jó lesz alá. Lehet, hogy nem nagyon tetszik neki, hogy én... Ilyen félkeresztbe próbálok ráfogni, hát... Igazából tök jó, hogy egy törcsuklóssal kell tolatnom, Dollyval. Meg nagyon tudok örülni, de Keeper... Ha forgó zsámolyossal nem is tud, de Dollyval tudok tolatni. Ó, nem törik jobban be. Szerintem törik jobban be, mert jó lett volna, csak nem lett jó. Úgyhogy most újra tervezés. Na gyerekek, adjunk neki, adjunk az érzésnek, menjünk szépen ki. Igen, ez egy összetett feladat lesz, nem tudom, hogy mennyire fogom tudni megvalósítani, de tényleg megpróbálkozunk vele. Nézzük, hogy áll a... Jó nagy az a trailer, jó lesz ez. Igazából le se kell hajtanom, úgy érzem a rampát. Mert ugye rá úgy fogjuk beemelni rá. Hát most képes, kénytelen vagyok ugye megint letaposni itt a... Hát igen, kénytelen vagyok letaposni a gabonát. Muszáj lesz. Muszáj lesz, srácok, ez van. Próbálkozunk vele, ide állunk. Így lesz a jó nekem szerintem. Jó van gyerekek, itt megállunk. Csak gyorsan, hoppá, be kell futnom basszus a izéért. Ó, jó nagy az izé. Jó nagy az a kirovac, mindig meglepődök rajta, amikor kiszállok, hogy úristen, mi ez a gépos monstrum. Jó, berohanunk gyorsan. És akkor kihozzuk ugye a... Hát közelőt nem adtak hozzá. Úgyhogy nekünk kell megpróbálkozni a kezelésével a, ugye a Darunak, hát lehet, hogy nem kellene. Nem kellene tönkretennünk, ugye ez is sérülhet. Mivel ez egy gép, ugye általában a gépek sérülnek. Nem úgy, mint egy például egy játékban, mint például van ez a Farming Simulator nevű játék. Múltkor néztem, egy unokaöcsém játszott vele. Hát abban nem, például nem sérülnek a gépek, képzeljétek el. Ott is vannak traktorok, tök ilyen minden, még egy hasonló map is van mindez. És nem sérülnek a gépek. Nem úgy, mint a valóságban. Hát vicc, mondom, ilyen játékot. Farming Simulator. Na. Oh shit, gyerekek, imádom ezt a valami csodát. De... Ó, de nehezen indul. Jó, van egy kicsit öreg a masina. Próbáljuk felvenni vele a harcot. Úgy. Viszont itt... Jó. Melyik kar mit csinál? Várjál. Elvileg ezzel. Jó van gyerekek, hát nem sok kor van benne, az a szerencse. Úgyhogy próbálkozik a Keeper. Fölveszük ezt a keretet ugye, hogy ne sérüljön a helikopter itt, akkor több ponton tudjuk megakasztani a dolgokat. Úgy gyerekek, egész pontosan tudok vele dolgozni, úgy látom. Oh, már ez mekkorát emel a gépen, hát nem tudom, hogy a helikoptert el fogja bírni. Ugye? És itt lehet, hogy ezt föl kellene húznom egy kicsit, följebb viszem gyerekek, csak azért, hogy várjatok egy belső nézetet, nézzünk már. Följebb viszem, hogy ne az legyen, hogy sérül. Oké. Okay. Na, nézzük. Akkor mehetünk szerintem. Ejha. Jó van gyerekek, jó lesz az. Azt a rohadt élet, azt a rohadt élet gyerekek. Ez a nem kis pálya. Ez a nem kis pálya. Hát ez aztán komoly cucli. És van ilyen daru nézet, ez gyönyörű. Gyönyörű! Jó lesz. Viszont azon gondolkozok, ez a daru, ez nagyon jó hasznunkra lenne, később is.
Hát igen, ezzel megint le fogom taposni sajnos a gaborát, viszont valamit ugye. Valamit valamiért, hogy mondjuk úgy. Igen, egy villogót kapcsolok, azért egy ekkora járművel nem ártana, hogyha lenne egy figyelmeztető jelzés. Itt megpróbálunk bevágni. Terepen nem tudom mennyire használható Verda. Inog. Ujjjj. Ujjjj. Aha. Úgy kellene beállni, ugye ennek súly a hátulján már rettenetesen sok. Úgyhogy elvileg nem tud eldőlni, pont egyensúlyba lesz, de... Azért próbálkozzunk meg azzal, hogy nem nyírjuk ki magunkat. Oké. Okay. Ugye megérkezünk. Nem van srácok, jó. Az igen. Az a nem mindegy. Jó. Én jön a meló. Adjunk az érzésnek. Próbálom fölé vezényelni. Oké. Okay. Nem akarom összetörni a helikoptert, még jobban meg se a darunak a, ezt a függesztékét. Ja. Szépen ráengedem a rotorra. Ugye a rotor az megbírja az egész helikoptert. Elbírja akkor mindenképpen. Egy az, hogy valószínűleg el fogja bírni ezt is. A másik az, hogy ugye központosan lesz akkor megemelve. Na, emeljünk rá. Nem akarta a jót? Nem akarta? Látok, nem jó még. Kicsit dolgozunk rajt. Nem szeretné. Oké, okay, jó lesz, gyerekek, jó lesz. Oké, okay, ugye, olyan faszol. Ajaj. Ja. Az igazság, hogy megmondom őszintén, hogy... Nem a legbiztonságosabb a móka, nem teljesen. Nem jó helyen fogtuk meg ugye a helikoptert. Nem jó helyen fogtuk meg a helikoptert. Mindig akarom emelni, hogy nehogy nekünk ütközzen. És akkor fordítsunk rajt. Picit inog. Előbbre kell erre jönnöm helikopterestől. Ez nagyon lassan, tempomat egy. Oké, stop. Áj, nem egyszerű. Földi segítség nélkül, amik ugye ráigazítják a trailerre, nélkül nagyon nem egyszerű lesz ez. Majd picit lejjebb vissza, és akkor majd meglátjuk. Nézzük meg a hátulja, hogy áll. Ha mehet, még kicsit hátrébb, ugye?
Próbálkozok. Az lesz a baj, hogy nem jó, valami nem jó. Kicsit idébb. Kicsit hátrébb. Oké, és lefele. Jó lesz. Jó van, rajt van gyerekek, oké. Oké, oké. Jó. Na, gyerekek, rajt van a traileren. Meg kell kiszállás, na. Nézzük meg, hogy mit okoztunk, mit végeztünk. Na. Nem tetszett a izének, belementünk a lánctalba. Hát, megmondom őszintén, lehetne jobb is. Azért nem annyira rossz fint, amire gondoltam. Oké. Na gyerekek, most retteltesen óvatosan, és most megint ne írjátok, hogy... Igen, és ezt ugye nem tudom lekötni, úgyhogy retteltesen gyorsan. Nem fog gyorsan közlekedni ezzel. Retteltesen lassan, nem retteltesen gyorsan. Oké. Mivel egy helikoptert szállítunk, ugye? És azon filózok, lehet, hogy nem fogok kimenni én. Nem fogok kivenni az útra. Végig megyünk itt. Remélem, hogy nem lesz keresztbe patak. Viszont ugye nem fogjuk tudni bevírni. Úgyhogy ezt úgy, szerintem nem fogjuk tudni bevírni, nem fog beférni a kapun. Van egy hátsó kapunk, ugye, de valószínű oldalon sem fog beférni. Úgyhogy valószínű úgy kell beemelnünk majd a gépet. És akkor ott ugye megint szállítanunk kell. Le kell emelnünk, át kell állnunk a géppel, és akkor úgy kell ezt megoldanunk. Menjünk egy kicsit arra, hogy elakadjunk a fákba. Kitapossuk sajnos a dolgokat, hát ez van gyerekek, adjuk neki egy kis sebességet. Mert elég egyenes ez a plac. És akkor ott gondoltam, nézzétek? Hát, hogy itt kellene valahol megpróbálnunk a beemelést, ugye? Nem szívesen taposabb le, de nem tudom, hogy muszáj lesz. Nem, akkor nem végig. Jó, egy kicsit próbáljuk meg ugye nem abba menni. De nem szeretek belevenni ilyen vízbe például, sárba. Nehogy lehújjon róla, mert akkor még egyszer rakhatjuk fel. Igen, itt kellene beemelnem ki. Ugye itt van kapásból a műhely, TMK műhely, és akkor ezzel be is tudnánk ezzel a trailerrel tolatni oda. Ez nagyon most... Nem most nem tudom mi lesz. Ide válok. Első körbe ide beálltunk, srácok. Oké. Nem történik semmi baja, ugye? Szépen a trailerem van. Visszamegyünk a daruért. És eljövünk a daruval ide. És szépen leemeljük. Beárunk a másik oldalt a trailerrel. És akkor ott meg rárakatjuk. Jó, gyerekek? Ez lesz itt. Itt kitapostam sajnos a izét.
Veteményt, ripat. Mi volt ez? Krumpli nem répa, ugye? Húzzuk ezt az egész szerelvényt, ugye, hogy nagyon-nagyon instabil. Egyenesbe állítjuk. És akkor adjál ránk is annyi. Na, ezt már szeretem. Megmondom őszintén, gyerekek. Ezt már szeretem. Ezt már szeretem, amikor kihívás van egy játékban. És valami olyan érdekes dolog történik, ami nem megszokott. Hát igen, sajnos a földek azok agyba főbe lettek tiporva. Nem baj, figyeljetek, megéri. Ezután ugye permetező helikopterre fogjuk veretni. Még egy kis sebességet adok meg, mert nagyon gyorsan nem akarok száguldozni egy ilyen darúval. Még annyit írjatok meg, Léci, hogy ezt a darut visszaadjuk-e a Laxiálnak, vagy pedig azért megtartsuk a telepen, hogyha esetleg bármire szükség van, vagy bármilyen mentő akcióra, akkor ez nekünk meglegyen. És nézzétek, Landstab mintázatú, a földön a nyom, amit hagy, iszonyatosan jó. Nagyon profi. Ennek a javítását nem akarnám vállalni, szóval jó lenne nem törni össze. És akkor itt be kéne mennem. És arra gondoltam, hogy így megállni, és akkor szépen egyenesen át tudnám lógatni majd. Valahogy így gondoltam. Ugye? És ez egy kicsit központosabban jó lenne rárakni ezt a valamit. Hogyha ugye a rotor tengelyére raknám pontosan a közepét, akkor az lenne jó, de most úgy látom elég jól sikerült. Most nagyon jól sikerült, nézzétek már milyen izé. Oké, és akkor azt csináljuk, hogy most ugye kiszállunk. Repülő a helikopter. Hát egy kicsit nem úgy, ahogy még kellene, de fog ez még szállni. A gyerekek, fog ez még szárnyalni. És megpróbom kiállni alul, talán nem érje el a kerekeket, ugye? Ha, aha. Hát ez nagy mázli volt épp, hogy nem érte el, kicsit belengedt. Belengedt a teher. És a hátsó kapun bemegyünk, itt van elvileg egy hátsó kapu. Aztán az út ez pont oda vezet, úgyhogy akkor tudunk azért valamit csapatni itt be. Gyönyörű. Hol a hátsó kapu? Ah, ott a hátsó kapu, jó. Jó nagy ívbe, ugye? Hosszú szerelvénye. Micsoda gödrökben vannak itt gyerekek, uramisten. Na várja. Szezam tár új. Nagyszerű. Jó, egy évbe kell kagyarodni egy ilyen szerelvénye. Hasza.
betoljuk szépen a izébe, TMK műveiből, aztán eldöntjük megint. Megnézzük ugye, hogy mennyibe kerül majd a javítása. És igazából mit lehet vele csinálni. Itt van a izé, itt van a mosó. Várjál ma. Na gyerekek, akkor ezt valahogy így kellene megoldanom. Jó, gyerekek, megpróbálkozom, mert már átalászok a kerítésen. Istenem, az öreg csontjaim, bazze, a drótkerítésen mászkálok leföl. Azért érzitek, hogy mit meg nem teszek itt az ügy érdekébe. Na. És most nagyon óvatosan előbbre kéne menni, egy, megint egy egyes tempomattal. Nagyon-nagyon tuti. Nézzük közben, hogy hova érkezik. Sajnos fordítani nem tudom azt az egészet, ugye? Ez egy ilyen dolog lesz, hogy itt egy kicsit. Igen, várjatok, de tudnám fordítani. Állja meg, mindjárt most. És fordítsunk rajta egy kicsit. Né. Ugye. Még egy kicsit fordítom. Ez így lenne jó. Csak ugye előbbre kell erre picit járni. Na, és mondtam, hogy a drótkerítéssel nem futkozok többet erre meg. Tessék, nagyon megkaptam. Ezt sikerült belengednem. Ajaj, a kerítésen nem akart fel, az magasabban van, jó. Oké, mehet a lekapcsolás. Jó van, gyerekek, nagyon jó. Kerítése mászas. És akkor óvatosan, nagyon óvatosan előre visszük a TMK-hoz. Nehogy valami ráncsa. Nehogy valamibe elakadjunk. Jó. Ajaj, nem közel lesz az épület. Hát ugye egy helikopter az nem kicsi. Hú gyerekek, itt el fog férni? Mi a vélemény? Azt a rohadt életbe? Na, most azt centizgethetek, mi? Fog így elférni. Vissza. Hát még jobbra be a tető felett viszont elfér, ugye? A tető felett van még pár centi. Ajaj. Nem a tető lesz a baj. Hanem az a tartály. Nem az. A permetező szerkezetünk. Az viszont nagy problémát okoz, hogy az nem jó. Beleakad a kutba. Oké, átfér... Gyerekek, figyeljétek! Most nem az erre. Mennyi van a kut, meg a izé között kutfej, meg a... Ilyen pár centi, meg a tető is.
A között is pár centi, itt is körülbelül van fél méter. Úgyhogy egy kicsit frangó. Mit látok? De mutatom inkább, várjátok még egyszer, ez azért vicces. Figyeled? Meg a tető. Még egy kicsit előbbre járok ezt, hogy tényleg lássuk már meg. Nagyon meg akarom nézni, hogy a kut... Hát van még gyerekek, hogy szerintem ott egy 10-15 centi maximum. Úgyhogy teljesen jó. Itt meg van még megint egy ilyen fél méter se. Úgyhogy ezt ki lett számolva, nagyon jó. Úgyhogy egyenesen kéne meghúznom, mert bajok lesznek. Ops, most már karcolja. Áj, bazd meg. Mondtam, hogy karcolja az izét. Az oldalát az épületnek. Igenkor a tempom ad vissza. Na, egy. Ott nézzétek az épület meg a izé között. Na most van egy olyan 5 centi. Hogy annyi se húzza, hogy rohadjon meg. Hát nem gondoltam, hogy a végén itt fogok szívni, ugye itt kellett volna átraknom. Csak hát ki gondolt arra, hogy itt mekkora szívás lesz, srácok. Úgyhogy itt volt probléma. Igen, meg is sérült a dollim. Egy százalékos sebzése van, sebződése. Na jó van, srácok, akkor nézzük. Nagyon szuper. Álljunk csak, álljunk. Jó, meghoztuk a TMK-hoz. Megpróbáljuk ugye egy kicsit majd közelebb, vagy esetleg megpróbáljuk betolatni, amennyire lehet, hogy ugye a TMK-sok elérjék a gépeikkel. Nagyon szépen köszi a figyelmet. Annyi még szerintem, hogy a darút azt most én nem fogom visszavinni, hanem azt így a hasznos célokra fogjuk ezt használni. Szépen felhúzom, ahogy, és megpróbálunk bevánszorogunk vele. Bevánszorogunk vele a telepre, és elrakjuk magunknak. Erre még gyerekek mondhatni szükség lehet, akármikor felborul egy gép, beborul a folyóba, bármi történik vele, le van amortizálódva, úgy ezzel nagyon szépen tudjuk menteni. Ó, és nagyon szép a telepjáró képességei vannak ennek a verdának. Jó van. Beviszom a telepre, eljezem valahol. Olyan helyen, ahol ugye könnyen hozzáférek később is. Izé, 20 tonnás terbírású, úgyhogy azért akkor tud alakítani. Hát kíváncsi lennék mondjuk a kirovec mennyire terhelné meg. Persze nincs 20 tonnás, bár közel jár ahhoz. Hát nézzünk egy külső nézetet, mert ez nem kicsi ez a gép, hallod. Jó, elviszem előre természetesen, de nem látok ki tőle. Ez a nagy darú game-től. Azt tudjátok, hogy a game, mármint a darunak a game-je, az a izé a game, mármint a madárból ered. A game is olyan, mint egy ilyen daru. Gyakorlatilag egy ilyen magas hosszú, tudjátok, olyan madár, mint egy gólya. És amiatt elmegyünk ott az két épület között, talán nem akarunk be sehova. Azt a betyár, gyerekek, azért ez nem kis pálya, halljátok? Azért ez nem kis pálya. Ez nem kis pálya, mekkora egy gép, ez itt látszik ezzel az úton. Ezzel lehet pakolgatni erre-arra dolgokat, itt átmenjünk.
Csak bálunk édes rátszag aztán, hogyha szükségünk lesz rá, ezt akkor így megtartjuk és akkor tudjuk használni. Olyan rúna jelölt nem jelent, viszont ha kell menteni, akkor azért nem rossz dolog. Viszont lehet, hogy leakasztó izét ne essen le róla. Ezt a keretet. Látszok. Meg előbbre is járunk egy picit. Jó van, srácok, úgy látom, hogy ez így jó lesz. Hú, imádom, nagyon jól néz ki ez a darú, srácok. Tényleg, esküszöm, baromi jó. Esküszöm, baromi jó. Na, akkor köszönöm szépen figyelmet, következő részben akkor valószínűleg megjavítatjuk a helikoptert, ha meg tudjuk. Megnézzük, mennyibe kerül, és akkor innen folytatódik, ugye. Hú, még mindig rengeteg dolgunk van, de most már megint történt egy olyan esemény, ami azért érdekes volt. Na, sziasztok!